Dr. Steyer József vagyok, a Szangó ZRT-nek a vezérigazgatója, és szeretném önöknek bemutatni ezt a pici kis csoda fát, a smaragdfát, amelyet most adományoztunk Nyíregyháza városának. Nyíregyháza városa egy élen jár a környezetvédő mozgalmakba, bátorítja azokat, példamutató, és ebben ez a smaragdfa egy úttörő vállalkozás lesz, hiszen a tudomány segítségével olyan különleges tulajdonságokat sikerült egyesíteni ebben a fában, ami úgy gondolom, hogy Magyarországon a zöld mezőgazdaságban, a zöld gazdaságban, a klímavédelemben és a munkahelyteremtésben is egészen új frontokat nyithat. Ennek a fának jellemzően nem csak a szépsége nagy, hiszen 3 évesen kivirágzik, és azért lesz itt hátunk mögött csodálatos a parkban, hanem ezen kívül a levegő tisztasága is, hiszen Nyíregyházának egy komoly problémája volt a smoggal. Ez a fa hektáros nagyságrendben több mint 60 tonna port képes eliminálni, megkötni, ezen kívül pedig a széndioxid megkötő képessége nagyon magas, tehát így abban a klímavédő széndioxid megkötő programba karbonkvóta egyenértékben is élen jár. Én úgy gondolom, hogy ha ez a fa itt beváltja azokat az elképzeléseket, amiket polgármester úrral és alpolgármester asszonnyal egyeztettünk, akkor gyakorlatilag Nyíregyházának jó esélye van arra, hogy egyrészt a példamutató, egy akár európai alapokat is jelentő mozgalmat vihet tovább, másodszorban pedig a munkahelyteremtéshez is hozzájárulhat. Köszönöm szépen!